Amikor azt mondod Budapest, egy gyönyörű város jut eszedbe, ami az otthonod, amire büszke vagy. De Budapest nem csak a Lánchidat vagy az Andrássy utat jelenti. Ott van a mindennapjaidban láthatatlanul. Meg is mutatom. A város számos alapvető szolgáltatást nyújt, amiket adóforintjaidból és befizetéseidből finanszíroz. Sok-sok budapesti otthonban, mintegy 240 ezer lakásban a fűtést és a melegvizet a főtáv szolgáltatja. A fővárosban 4100 hőközpont és 572 nyomvonalkilométernyi távvezetékhálózat biztosítja, hogy ha feltekerjük a radiátort, a szoba megtelik meleggel. A főtávnál mintegy 800 munkatárs dolgozik azon, hogy a fővárosiak a lakásaikban és több ezer intézményben, munkahelyeken a legcsípősebb hidegben se fázzanak. Ha kinyitod a csapot, okkal várod, hogy tiszta víz folyjon belőle. A fővárosi vízművek csak nem 900 ezer budapesti háztartás vízellátásáról gondoskodik. 5300 kilométernyi csőrendszeren szállítja a vizet mindenkihez, így hozzád is. A vezeték hálózatnak csak a karbantartása 3,2 milliárd forintba kerül évente. A vízművek a csövek után közműadót is fizet. Az ivóvízvezetékek adója 2021-től 4,5-szeresére 3 milliárd forintra emelkedik. Amikor befizeted a vízszámlát, nem csak a fogyasztásodért, de a rendszer működésének rádeső részéért is fizetsz. Egy átlagos háztartás évente 110 ezer liter vizet használ. Naponta körülbelül 300 litert, aminek jelentős része a lefolyóba kerül, onnan pedig a csatornába. A fővárosi csatornázási művek összesen 180 milliárd liter, azaz 4,5 velencei tóvíz mennyiségének megfelelő szennyvíz elvezetéséről gondoskodik évente. Szennyvíz keletkezik a háztartásokban és a Budapest utcáira hulló csapadékból is. Tudtad, hogy a Budapesten keletkező összes szennyvíz a legkorszerűbb technológiával kerül megtisztításra 3 szennyvíz tisztító telepen? Sőt, a szennyvíz tisztítását követően a keletkező hulladékból villamos energiát állítanak elő, amivel fenntarthatóbb a rendszer. Ám így is évi 30 milliárd forintba kerül a fővárosban a szennyvízelvezetés és tisztítás. Évi 250 ezer kilométer tesznek meg a csatorna tisztító autók is. Gondoltad volna, hogy a Budapest északi sark távolságnak megfelelő hosszúságú fővárosi csatorna rendszerhez kapcsolódóan közel 160 ezer csatornatető és 90 ezer víznyelőrács van a fővárosi utakon? Hogy a szennyvíz mellett a hulladék is helyére kerüljön, az FKF naponta 300 járművel gyűjti be és kezeli azt a több mint 1700 tonna hulladékot, amely 936 ezer háztartásban és 20 ezer gazdálkodó szervezetnél keletkezik naponta. Egy-egy kukásautó átlagosan évi 20 ezer kilométert tesz meg a főváros útján. Tavaly óta a budapestiek hulladékszállításra befizetett minden 5 forintjából az állami kukaholding levonások után már csak 4 forintot juttat vissza a szolgáltatást elvégző FKF-nek. Ha ez a rendszer 2021-ben is fennmarad, évi újabb 5,1 milliárd forinttól esik el a cég. Az FKF munkatársai és több mint 100 locsolóautója hozzávetőleg 27 millió négyzetméternyi felület tisztántartását is elvégzi. Ebbe beletartoznak a hidak, felüljárók és 70 darab aluljáró, továbbá több mint 9000 utcai hulladékgyűjtő rendszeres ürítése. Mindezek ellátására a kormányzati elvonások miatt idén csaknem 1,9 milliárd forinttal kevesebb jut. Budapestnek nem csak a szépségéhez járul hozzá a Margit-sziget, a Tabán vagy éppen a határúti kiserdő. Ahhoz, hogy egy nagyváros lélegzethez jusson, szükség van zöld felületekre. A parkok, a fák, a virágágyások a város tüdejét jelenti. A Főkert munkatársai évente 6 millió négyzetméter zöld terület mellett 1,2 millió négyzetméternyi erdőterületet is gondoznak. A város talán leglátványosabb és egyik legfontosabb szolgáltatása a közösségi közlekedés. A Budapesti Közlekedési Központ biztosítja, hogy Budapesten belül eljuss munkába, haza vagy a barátaiddal találkozni. A vállalat járművei több mint 1000 kilométer útvonalon közlekednek, és egy átlagos hétköznapon 4,2 millió utazást regisztrálnak. Az M3-os metrót például a járvány előtt többen használták naponta, mint a MÁV teljes hálózatát. A BKK buszjáratai pedig évente közel 84 millió kilométer tesznek meg. Csak a járművek éves karbantartása 29 milliárd forintba kerül.
Közel ennyit, 25 milliárd forintot veszített a BKK tavaly a kieső jegyárbevétel miatt, amiért egyetlen fillér állami kompenzációt sem kap. A budapesti utak gazdája a Budapest Közút. A vállalat több mint 1100 kilométernyi útfelület karbantartásáért felel. Egyetlen év alatt 48 ezer kátyút tömnek be. A vállalat által festett és kezelt útburkolati jeleket, ha egymás mellé tennénk, akkora területet foglalnának el, mint a Groupama Arena 15-szöröse. Ezen kívül több mint 1100 közlekedési lámpa üzemeltetése is része a feladatuknak. 133 ezer közlekedési tábla gondnokai is ők. Javítják, cserélik, áthelyezik őket a város igényei szerint. És még mindig nincs vége. Ugyanis üzemeltetnek közel 300 hidat és felüljárót, 13 Duna és Dunaág hidat, és több mint 300 taxiállomást. Nem gondoltad volna, igaz? Budapest sokak szerint este a legszebb, ami a budapesti dísz- és közvilágítási Kft. Munkájának is köszönhető. Hogy sötétedés után is biztonságosan közlekedhess, és fényárban ússzon a Lánchíd vagy a Budai Vár, azt 75 ezer lámpaoszlop, 186 ezer lámpatest és 133 gázlámpa biztosítja. A kábelek és vezetékek hossza mintegy 5900 kilométer. Ha mindet összekötnénk, az Egyesült Államok keleti partjáig lehetne kihúzni. A köz- és díszvilágítás, amelybe beletartozik a karácsonyi fénydekoráció is, évente 88 millió kilowattórát fogyaszt. A rendszer fejlesztésére, modernizálására idén 480 millió forinttal kevesebb jut a tervezetnél. Budapest tényleg gyönyörű. És most már azt is tudod, milyen jól szervezett munka szükséges ahhoz, hogy nap mint nap működjön és ellássa fontos feladatait a budapestiek és a hozzánk látogatók érdekében. Ki ne akarná, hogy így legyen?